Tisztelettel köszöntjük a helyi média képviselőit és mindazokat a érdeklődőket, nézőket, akik találkozni fognak ennek a sajtótájékoztatónak a tartalmával, és érdeklődésükkel meg fogják majd tisztelni az augusztus 2-ai rendezvényt. Mivel az előző évekhez képest egy kicsit bővebb programot állítottunk össze, ezért gondoltuk azt, hogy egy sajtótájékoztatót tartsunk, hogy mindenki tudja, hogy mire lehet számítani augusztus 2-án szarvasra. A rendezvény otthona a múzeum, annak a környéke, a múzeum előtti tér és a Szarvasi Ótemplom lesz. Abban szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a felújítás alatt álló múzeum, amelynek már bizonyos helyiségei teljes mértékben használatba vehetők, abban mi fogjuk az első rendezvényt csinálni. Ebben nagy köszönetet kell mondanunk Rosszik Zoltánnak, a múzeum igazgatójának, valamint Szarvasváros vezetésének, önkormányzatának, a polgármester úrnak, hogy megadták annak a lehetőségét, hogy a hivatalos avatás és átadás előtt a múzeumban ezt a rendezvényt megcsinálhassuk. Ők a legfőbb támogatók. A támogatóknak a körét a kiadványainkban és a különböző prospektusokon keresztül mindenkihez el fogjuk mutatni. Minden évben vannak állandó támogatóink, és az adott év rendezvényéhez kapcsolódóan megjelennek újabb és újabb támogatók, akik segítik a munkánkat. A Szarvasi Alkotók közös kiállítását 15 éve rendezzük meg. Én véletlenszerűen kerültem be a rendezvény sorozatban. A városépítők kértek meg, hogy az akkor összeszedett 6-8 alkotónak a kiállításából csináljuk, vagy anyagából csináljuk egy kiállítást. Néhány év elteltével én úgy döntöttem, hogy nem fogjuk azt csinálni, hogy amit az alkotók behoznak, hanem egy kötött rendszert próbálok meg kialakítani, ahol meghatározom, hogy az adott évben milyen témához kapcsolódó alkotásokat fogunk majd befogadni. A 15 év az nagyon sok ilyen programot vetett föl. 2007-től volt az, hogy kötött programokkal próbáltuk megcsinálni a kiállítást. Így került sor a hal, a szarvas, az élet, a fa, a ló, az ember, az Isten, az ajtó, a kéz, a könyv és a tavalyi évben az Arc című rendezvényre. Takács Miklós barátommal beszélgetve egyik évben fölmerült az, hogy miért nem csinálok egyszer egy olyan kiállítást, amelynek a repülés lesz a témája. És teljesen véletlenszerű volt a beosztásban az, hogy a 2019-es évben írtam én azt be, hogy akkor ebben az évben a repülés legyen a téma. A Miklósnak a munkáját nekem ugye külön indul megköszönni, és ő egészen sok mindent tudott kideríteni, hogy mennyi mindennek van évfordulója ebben az évben. Miközben beszélünk a Szarvasi Alkotók közös kiállításáról, meg kell még azt említenem, hogy ahogy haladtunk előre időben, egyre több olyan ismerős barát került be ebbe a kiállításba, akik nem voltak kimondottan szarvasiak, vagy csak ismerőseken keresztül kötődtek a városhoz. Így 4 évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy nem csak Szarvasi Alkotók közös kiállításának fogjuk nevezni ezt a rendezvényt, hanem Szarvasi Tárlatnak. És innentől kezdve van az, hogy az ország bármelyik területéről fogadjuk a képzőművészeknek az alkotásait az adott témával kapcsolatban. Idén ugyanez ez a repülés lett. A program ugye egy kicsikét bővült. Alapvetően arról szól ez az egész rendezvény, hogy az emberek megpróbálunk ebbe a nagyon sok munkával és nagyon sok rohanással eltelő életükbe adni egy olyan pillanatot, egy olyan lehetőséget, amikor egy kicsikét kikapcsolódhatnak, és valami mással tudnak találkozni. Természetesen itt nekünk kell gondolni arra is, hogy Szarvasnak megnőtt az idegenforgalma, és az ide látogató turistáknak is egy látványosság, egy élményt adhatunk azokkal a rendezvényekkel, amiket meg fogunk csinálni. A rendezvényünk az 3 részből fog állni, és ma itt a kollégák segítenek nekem ennek a kibontásába és a elmondásába, én csak fölvázolom őket előre. Nagyon hosszú egyeztetések és nagyon sok megbeszélés eredményeként jutottunk el oda, hogy 14 órától egy toborzást fogunk rendezni a múzeum előtti téren. Ennek az, hogy lesz a magyar kormányzat, a
szarvasi járási rendőrkapitányság és a tűzoltóság is. A másik része az 18 órakor fog következni, ahol a szolnoki légierő zenekara és a szarvasi részfúgós Szarvasváros fúgózenekara fog majd közös koncertet adni, amely én ahogy láttam a szolnoki embereket, amikor beléptek az úttemplomba, nagyon nagy élmény volt számukra látni a leendő koncertnek a helyszínét. És a koncert után kb. 19 óra 30 perckor itt a múzeumban fog sor kerülni a képzőművészeti kiállításnak a megnyitójára. A képzőművészettel kapcsolatban én most néhány dolgot még el fogok mondani. Átlagban olyan 40 fő körüli alkotót tudunk fogadni ezen a kiállításon, illetve annyian jelennek meg az alkotásaikkal. Az alkotások száma az kb. Olyan 60-70-re fog fölmenni. Az alkotásokból a kiállítás megrendezésében nekem Bereznai Péter segít. Az alkotóknak gyakorlatilag teljesen szabad teret adunk a gondolataikat tekintve, a szándékaikat és a technikát tekintve, minimális megkötések vannak, hogy a szobrászati alkotásokat az egy köbmétertől lehet ne haladják meg, mert nekünk azért a múzeum méretéhez kell igazodni, és a sík jellegű munkáknál is nagyjából meghatározzuk, hogy egy négyzetmétert ha lehet ne haladja meg, illetve a sorozatoknál azt mondjuk, hogy három darabból álljon. Ahhoz, hogy ebből a begyűlő anyagból végül is kiállítás legyen, nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a múzeum egy most már teljesen felújult, nagyon szép és modern környezetet fog nekünk adni. A másik, hogy a múzeum dolgozói segítenek az anyagok átvételében, és segítenek a kiállítás megrendezésében, nélkülük ezt nem tudnák megtenni. És akkor innentől én átadnám Takács Miklósnak a szót, aki majd a többi dolgot elmondja. Készsorban, hölgyeim, üdvözletem, uraim! Takács Miklós vagyok, szeretném bemutatni a jelenlőket. Rosszik Zoltánt, a múzeum igazgatóját, Cinkóczki Mihály urat, a Evangélikus Úttemplom közösség részéről, Szuhaj György urat, aki rajztanár és a város képzőművészeinek összefogó embere, valamint ennek a rendezvénynek egyik szervezője, Szabados Tóth Gábor urat, a szarvasi fúgózenekar vezetőjét, aki aktív részese lesz ennek a rendezvénynek. Szuhaj úr egy dolgot hagyott még ki, mégpedig az általatok létrehozott. Ja, alkotás, tehát többé-kevésbé megszokott és a közönség által lehet, hogy bizonyos fokon örömmel vagy éppen megrökönyödéssel várt eseménye a kiállítás megnyitónak, hogy a 3T csoport valamilyen lehetetlen helyzetet teremt, egy performanszal most is készülünk. Hát a megbeszélés holnap lesz, hogy pontosan mit fogunk csinálni, és akkor a ide látogató közönség azon túl, hogy a zenei élménnyel találkozik, és lehetősége van a rendőrségi, a katonai és a tűzoltó életpálya megismerésével, a képzőművészeten belül egy ilyen szélsőséges, ha akarjuk, mai technikával vagy előadásmóddal is találkozhat. Még a tájékoztatóra meghívtuk a Szarvasváros polgármesterét, Babák Mihály urat, valamint Múltján Tibor urat, akik ugyanúgy részt vesznek a programok összeállításában és bonyolításában. Ők mindketten távol vannak, ezért maradtunk ennyien, akik tájékoztatni fogjuk önöket. Szeretném mindjárt az elején elmondani, és a legutóbb említett Múltján Tibor nevéhez kötni, hogy azok a rendezvények, amelyek ma Szarvason így a nyár közepén a város napja közül tornyosulnak, annak a programnak az elindításában Mótyán Tibornak nagyon nagy szerepe van, és 2003-ban hozta létre azt az emlékszobrot, amely az Evangélikus Úttemplom előtt van. Ő volt az, aki kutatta, hogy Szarvasváros újratelepítése alkalmával kik és hogyan vettek részt ebben a munkában, és onnantól számítjuk a város napját, és mivel ő megkért arra, hogy említsen meg az éppen aktuális évforduló, kerek évfordulók alkalmával azt is, hogy ő, mint a Kertbarát klub elnöke
nemrég ünnepelte kertbarátokkal együtt a 60. évfordulót, a klub alapulásának 60. évfordulóját. De visszatérve erre a programra, amely a repülés körül van, Gyuri már elmondta az előzményeket. A mai nap arról szeretnék Önöket tájékoztatni, hogy az augusztus 2-ai nap nem éppen a város napja, hanem egy hét eltolódással van. Ennek több oka is van. A résztvevők időpontját, szabad idejét kellett egyeztetnünk. Egy péntek délutáni nap, 14 órakor kezdődik. És azt terveztük, amit ugye már Gyuri elmondott sorban, hogy egy toborzó napot szervezünk, mégpedig ide a múzeum elé, a Vajda Péter utca 44-es végét, tehát 44-es úthoz csatlakozó részétől az Ótemplomig lennének. Tehát ezt a területet foglalják el majd a Magyar Honvédség toborzó irodájának és néhány alakulatának szakemberei, csátrakban, különféle eszközök bemutatásával, lehetőség nyílik a fiatalok számára arra, hogy megismerkedjenek a honvédség életével, technikai eszközeivel, valamint lehetőségük van arra, hogy kipróbálják saját erejüket, képességeiket. Az Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program keretében, mint ahogy Önök is már tájékozottak rajta, a szárazföldi és légierő technikai eszközöket kapott utóbbi időben, és ahhoz, hogy ezeket az eszközöket üzemeltetni tudják, szükség van olyan értelmes, fizikailag, szellemileg feladatra alkalmas emberekre, akik ezeket az eszközöket üzemeltetni tudják, akik érdeklődnek ez iránt, és ezért szeretnék megkérni Önöket, hogy tolmácsolják családtagjaiknak, ismerőseiknek azt a lehetőséget, hogy itt lehetőség van arra, hogy jelentkezzenek, érdeklődjenek, megnézzék, hogy mit és hogyan lehet csinálni. Ehhez a programhoz csatlakozott a Szarvasi Városi Járási Rendőrkapitányság egy toborzó sátorral, valamint a helyi tűzoltóság is jelen lesz. A programnak ez a része 14 órától 16 óráig tart, mindenkit várunk. Én bízom abban, hogy a városban szabadságokat töltő turisták, azok az emberek, akik az esti színházi előadásra jönnek, kicsit korábban jönnek, megnézik. Ez a gyerekeket, a fiatalokat biztos nagyon érdeklő téma, ez egy fontos dolog az életünkben, akkor, amikor pályát választunk. Ezt követően lesz az Ótemplomban, az evangélikus Ótemplomban egy közös hangverseny. A Szolnoki Légierő zenekar, amely 50. évét ünnepli, valamint a Szarvasi Városi Fúvózenekar, amely alapításától folyamatokon átmenve a 60. évet ünnepli. Tehát nagyon sok olyan évforduló jött össze, amely megalapozza ezt a rendezvényt. A program két részből áll, a Ótemplomi egy 2x30 perces blogból, amelyet az egyik zenekar, a másik zenekar közösen is fognak zenélni. Ne csak katonazenére tessenek gondolni, ma a mai fúvózenekarok, katonazenekarok olyan repertoárral rendelkeznek, amely a magyar népzenékből a világ klasszikusokig terjed. Ez azt jelenti, hogy a templomban mindenkit szeretettel, tisztelettel várom. Azokat azt hozzá szeretném tenni, hogy ingyenes a koncert. Ha az időjárás megengedi, akkor a 2-30 perces blokkot követően a két zenekar kivonul a múzeum előtti térre, és közösen fog folytatni a hangverseny. A
régi erőzenekar formációt bemutatott, a szarvasi zenekarnak is megvan a saját maga bemutató programja. Én azt gondolom, hogy ez körülbelül 7:30-8:30 fog eltartani. Ezt követően kerül sor a performance-ra, amit volt kedves és kihagyott elő, de most a bepótolta, és ezután a múzeum épületében megnyitjuk a kiállítást. Erről a két záró témáról nem kívánnék beszélni, hiszen avatott szakember van. A munkát mindenféleképpen, a munkákat nagyon sokat támogatják. Szeretném megköszönni először is a város vezetésének azt, hogy lehetővé teszi, hogy itt ezt a rendezvényt meg tudjuk csinálni. Megköszönöm Rosszik Zoltán múzeum igazgató úrnak azt, hogy biztosította a lehetőséget. Nagy tisztelettel megköszönöm az evangélikus úttemplomi szolgálatnak, egyházközségnek azt a támogatását, amivel megengedi, hogy a két zenekar a templomban tartsa meg a koncertjét. Én azt gondolom, hogy a repertoárja a programnak méltó lesz ahhoz, amit egy egyházi épületben, egy egyházi közösségben elvárnak. Én azt gondolom, hogy ez majd a nézők tetszését is el fogja nyerni. A programról ennyit, és még meg kívánom említeni azt, hogy miért is van ez így. Először is tavaly ünnepeltük a Magyar Honvédség 175. évfordulóját. Ez egy nagy ünnep, a magyar, önálló Magyar Honvédségét. Majd következő a 100 éves évforduló, a légierő azt jelenti, hogy a katonai repülés létrejött-e, a magyar katonai repülésről beszélünk, az első világháborút követően. A tavalyi és az ebben tavalyi évről átnyúlik erre az évre annak a évfordulónak a megünneplése. 1938. december 25-én jött alá Horthy Miklós az önálló magyar király légierő létrejöttét, amely 39. január 1-ével állt föl, tehát a 80 éves évfordulót, visszatérve a 100 évhez, Kozák Lajos a zenekar névadója és Szarvasváros lakója 100 évvel ezelőtt született. A két zenekar történetével kapcsolatosan elmondtam, 20 évvel ezelőtt a jött létre a zenekar alapítványa. És még egy dolgot szeretném hozzáfűzni, mégpedig amiről mostanában elfeledkeznek, 15 évvel ezelőtt volt az első Vízszínházi előadás, július 2004. július 23-án. Ez azt jelenti, hogy ez is egy kerek évforduló, 15 évvel ezelőtt indult el, amiben akkor hivatalosan 72 magánszemély, intézmény és szervezet támogatta ezt a rendezvényt, elsősorban a baráti kör közösen tudtuk elindítani. Voltak ellenzői, voltak akadályozói, de mindenkinek megköszönöm az ellenszurkolóknak is megköszönöm, hisz fölhívták a figyelmünket, hogy hogyan kell, vagy hogyan nem kell csinálni dolgokat. Azóta ugye városnak lett egy vízi színpada, az első az 4 katonai pontomból, és olyan eszközökből állt össze, amiből lehetett ezt az egészet összeállítani. Akkor egy nagyon jó tanuló időszak volt a város vezetésének, hogyan is lehet egy ilyen intézményt, egy ilyen építményt létrehozni, és akkor város nyert, és egy nagyon szép vízi színpadot hozott létre, amelyre méltán lehet büszke mindenki. Én most azt is szeretném elmondani ezzel, hogy nagyon nagy tisztelettel, akik még megtehetik, akik munkájukkal, szabadidejükkel, pénzügyi támogatásukkal akkor elindították ezt a folyamatot.
jöjjenek el a templomba, az ő tiszteletükre is szól ez a koncert, és mindenkinek, aki Szarvason bármit is tesz a város kulturális életéért, vagy bármilyen más előremutató ügyben, bármilyen támogatást ad, szeretném tiszteletemet kifejezni, szeretném, hogyha eljönnének, ez szóljon nekik is. Köszönöm. Megkérdem akkor Szarvason Gábor. Rendben, szeretném kiegészíteni ezt az évforduló kavalkádot, hogy 1959-ben alakult meg a Kertbarátkör, és velünk egyidős, tehát ők is 60 évesek, illetve annyival kiegészíteném, hogy 60 éves a Szarvasi Fúvós zenekari zenélés. Természetesen a nevek változtak, mert ez a zenekar kezdetben önkéntes tűzoltó zenekarként működött. Amikor megszűnt az önkéntes tűzoltóság, természetszerűen hát nem lehetett ez a neve. Létrehoztunk 20 évvel ezelőtt egy alapítványt, aminek az a neve, hogy Kozák Lajos Szarvasváros Fúvós Kultúrájáért Alapítvány, és akkor itt kapcsolódik ugye a 100 év, hogy a névadónk 100 éve született, de hát 1999-ben novemberben jött létre az alapítvány, tehát akkor ő pedig 20 éves. És akkor így kapcsolódik, és nagyon nagy örömünkre betársultunk ebbe tényleg egy évforduló kavalkádhoz. Még azért arról megkérnének, hogy beszéljél egy kicsikét, hogy mi várható a templomban. Igen, hát akkor lehet, hogy érdekes. Tehát a programnak a zenei része 17 óra 45-kor kezdődik egy szánygürütös toronyzenével. Katona, amit egy honvéd szánygürütös fog adni. Majd 55-kor szokásos módon megszólal a hang, és pontban 6 órakor, katonásan igaz, pontban 6 órakor elkezdődik a koncert. Ami, ahogy Takács Miklós úr is elmondta, hogy ne tessenek teljesen katonás dologra gondolni, mindenfélét fogunk itt hallani. Természetszerűen templomban lévén a koncert, ezért ennek mindenképpen megadjuk a tiszteletet a megfelelő egyházi énekekkel. A műsor részünkről úgy áll össze, hogy a önkéntes tűzoltó zenekarnak volt egy nagyon kedvelt repertoárja. És mi ezt tudjuk, én is egyébként még annak idején ebben részt vettem, tehát személyesen is meg tudtam ezt tapasztalni. Egy nagyon szép, de talán egy kicsit ilyen nosztalgiás, visszatekintő repertoárról van szó. És mi úgy gondoltuk, hogy mi ezt a repertoárt fogjuk eljátszani. Ezt a kardnagyúrral megbeszéltem, egyeztettem a szolnoki helyőrség karnagyával, és ő pedig ehhez mérten szintén ki fog dolgozni egy megfelelő műsort. Természetesen ezen a műsoron el fog hangzani névadónak, Kozák Lajosnak is két nagyon szép indulója, és amikor vége lesz a hangverseny, akkor kivonulunk ide a térre, és akkor itt folytatódik, amit hallottak Takács Miklós úrtól, és az egész zenei résznek a zárásaként a toronyban tárogató zene fog elhangzani Zima János előadásában. És ezután következik a megnyitó. Köszönöm, és akkor néhány szót a Csinkocki Mihályútól hallhatnánk, és egyúttal ismételten megköszönöm a lehetőséget, hogy a templomban végezhetjük ezt a programot.
Dr. Cinkocki Mihály vagyok, az Ótemplomi Evangélikus Egyház felügyelője. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlevőket és a tévé előtt ülőket. És nagyon örültem annak a megkeresésnek, amikor Takács Miklós tábornok úr az a kérésre fordult hozzám, hogy van-e lehetőség arra, hogy egy ilyen zenei rendezvénynek a Ótemplom helyt adjon, számolva azzal, hogy a templomban, mint ahogy Szabados karvezető úr az előbb is jelezte, hogy bizonyos megkötésekkel lehet zene számokat előadni. De aki ismeri a Szarvasi Ótemplomot és a vezetését, az tisztában van azzal, hogy teljesen mértékben nyitottak vagyunk minden olyan zenei, és nem csak zenei rendezvényre, ami az evangélikus egyház profiljába beilleszthető. Mi sem bizonyítja jobban, hogy tavaly az adventi időszakban, november 30-án az Omega oratóriumot hallhattuk az Ótemplomban. Ahhoz, hogy ez a műsor, ez a koncert megvalósuljon, presbiteri gyűlést kellett összehívnom, hogy a presbitérium engedélyezze a Omegának a fellépését a templomunkban. Felkértem Lázárra Testperes urat, hogy vezesse elő ezt a kérést. Nagyon szellemesen Lázár Esperes úgy vezette elő, hogy nagy örömmel tájékoztatja a híveket, a testvéreket arról, hogy a kiskörösi evangélikus kar Lupták Esperes úr vezetésével fel fog lépni az Ótemplomban, kísérő zenekar az Omega lesz. Ezzel mintegy eloszthatva azt a tévhitet, hogy egy rokkos jellegű koncertnek leszünk a részvevői. Nem akarom felsorolni azt a sok zenei rendezvényt, ami az elmúlt időszakban a templomunkban lezajlott, de egyet még kiemelnék a tavalyi évről, hogy 16 evangélikus kórusnak volt az országos találkozója a templomunkban. Hát az valami nagyon nagy élmény volt, aki a zenét valamilyen szinten is szereti és élvezi, nem győztek hálálkodni azért a hangzésért, amit az Ótemplom biztosít, úgy a akusztikája, mint a hangosítása révén. De a Szentegyházi Gyerekkórus is ugye rendszeres visszatérő, az orgonaművészekről nem beszélve, Bárnyi Szavertől, ugye a házi orgonaművészünkig, Fasan László orgonaművész úr is, aki ugye szarvasi kötődésű, hiszen a nagyapja volt a valamikori evangélikus kántor és tanítóképző igazgatója, és mindig nagy szeretettel jön, amikor hívjuk Szarvasra. Azért is örültem Takács tábornok úr megkeresésének, mert az evangélikus egyháznak és a Magyar Honvédségnek vannak közös céljai. A szociológusok szerint Magyarországon a legsérülékenyebb korosztály a 18 és 23 év közötti korú fiatalok. Most ezek a fiatalok ki vannak téve rengeteg különféle pozitív-negatív hatásnak, irányzatoknak, és úgy érzik, hogy nem törődik velük senki, nincs aki meghallgassa őket. És így jön úgy az egyháznak, mint a Magyar Honvédségnek is egy olyan feladata, hogy ezeket a fiatalokat próbálja a helyes irány felé terelni, hogy találják meg az életük értelmét, ha szabad ezt mondani, és valamilyen szinten próbálják azt magukévá tenni, hogy nem csak jogok, hanem kötelességek is vannak. Mai világunkban, ha
ezt elfelejtjük, nem tiszteljük embertársainkat, nem veszünk tudomást arról, hogy vannak törvények, parancsok, rendeletek, akkor előbb-utóbb ez káoszhoz fog vezetni. Én bízom benne, hogy annál is inkább nagyon sikeres lesz ez a koncert, mert fúvósok, tudomásom szerint a Hótempomban még nem szólaltak, nem léptek fel, és az első ilyen alkalom lesz. És ismerve a művész urakat, biztosítékkel látom annak, hogy ez egy sikeres koncert lesz. Még egy anekdotát mondanék el, a helyszíni bejárás alkalmával a légierő kar vezetőjével volt egy kondorosi baptista kötődési orgonista, és megkérdezte, hogy játszhat-e az orgonán, és mondtam, hogy természetesen játszhat, ha van hozzá bátorsága, és leült az orgonához, gyönyörűen játszott, csak egy problémája volt, hogy nem ért rendesen a lába a pedálokhoz. És kérdezte, hogy hát ki játszik ezen az orgonán? Hát mondom, a Hiber Péter művész tanárban, aki 2 méteres. Azt mondja, akkor nem csodálkozom, hogy nem ér le a lába. Köszönöm szépen, erős várom Isten. Szeretném mindjárt egy helyesbítést tenni, és folyamatosan tábornok nevezett, ez csak viccből teszi, mert csak a kollégáinkat, tehát nem vagyok tábornok. Szeretném megkérni a múzeum igazgatóját. Bocsánat, egy kiegészítést, akkor én is ez. Aki az orgonához ült, ő a Kozár Lajos Alapítványnak az elnöke. Ennyi. Aki kipróbálta. Bári Ferenc. Bári Ferenc a Ferenc. De gyönyörűen játszott. Igen, nagyszerű zenész. Ennek az ügyén én is egy kicsit most még beleszólok, tehát aki nem volt Isten tiszteleten az Hótempomban és nem fogta föl, hogy mekkora térbe és milyen akusztikájú tényleg isteni helyre kerül, az most megélheti ezen a hétvégén vagy péntek délután, péntek estén ezt az élményt. És aztán ott voltunk 2 héttel ezelőtt volt a bejárás, és amikor beléptek a szolnoki légierő zenekar képviselői, a karmester belépett a templom térbe, egyszerűen elájult tőle, hogy milyen hatása van. Végig kellett járnunk a templomnak a teljes terét, a legfelső karzatra föl kellett menni az orgona mögé, be kellett kukucskálni, mert minden érdekelte őket, és ők már gyakorlatilag hallották azt a koncertet, ami majd másodikán fog bekövetkezni. Igazgató. Én is köszönöm a sajtóképviselőknek a kedves érdeklődőket. Annyival egészítenem ki ezt a kiállítás, illetve a programszervezést, ugye az épület még nincs teljesen kész, tehát ez némiképp nehézséget okozott ennek a megszervezés és létrehozás. Szerencsére sikerült mindent megoldani. Az nagyon fontos, hogy a kiállítás megnyitója után is nyitva lesz majd a múzeum, tehát egy hónapig gyakorlatilag a látogatók a díszterem, illetve a többi helységben még lesz kiállításnak, megtekintetik ezt a kiállítást. Úgy fogunk kijegyszerni, de fel fogjuk vezetni a látogatókat, tehát el lehet jönni a múzeumba. Ez részben ez is jó nekünk, ugye, hogy a múzeum még megnyitó előtti, mondhatjuk, hogy egy nulladik napi programja lesz, és reményeink szerint mind a turistát, mind pedig a szarvasiaknak meg tudjuk mutatni még alakuló formájában az épületet. Mivel akkor már lehetőség lesz valószínűleg arra, hogy lesznek bepakolások is a múzeumban, ezért a többi tér valószínűleg el lesz zárva a látogatók elől, de magát a kiállítást ezt meg tudják tekinteni. A kiállítás, illetve a tárlat megszervezéséhez nagyon nagy köszönet mondunk Takács Miklós úrnak és Szukai Györgynek, illetve a segítőknek is, de ez is nagyon jól tudunk majd hozzá kapcsolódni ezekhez az egyéb programokhoz. Én köszönöm, csak ennyit szerettem volna mondani. Szeretnék még néhány dolgot hozzátenni, hogy mi az, amivel kapcsolódik a repülés a szarvas. A városnak van egy szülötte, Székely Mihály. Ugye nem az operaénekes, hanem az aviatikus, aki a magyar repülés úttörői között szerepel az első 3 között, tehát szarvas büszke lehet rá. Békés megyének Kvasz András és még néhány olyan repüléssel foglalkozó úttörője van, akik sokat tettek azért, hogy ma az emberek el tudjanak menni a világ bármely pontjára néhány óra alatt, hogy szórakozásnak, sportnak, üzleti célokra is lehessen használni
a repülőeszközöket. A két világháború között adott a magyar repülésnek szarvas embereket, műszakiakat és hajózókat a második világháborúban, és a háború vége felé ide települt egy futárrepülő, majd a november 6-ai szovjet bevonulás idején pedig a környéken 5 olyan repülőtér is működött, amely háború alkalmával vadászrepülőgépeket és egyéb más harci repülőeszközöket is indított. A háborút követően a magyar néphadseregben is szolgáltak szarvasiak, akik vadászrepülők voltak, szállítórepülők voltak, voltak, akik nyugdíjba mentek, és voltak, akik az új temetőben alusszák örök álmukat. Én azt gondolom, hogy nekik is tisztelgünk, valamint szarvasról a Magyar Honvédség környéken lévő alakulataiban is szolgálnak olyan fiatalok, akik innen indultak, a szentesi műszaki dandárnál, a kecskeméti repülőezrednél, a szolnoki repülőezrednél. Tehát gyakorlatilag a város kapcsolódik azon túl is, ugye, hogy itt csak egy mezőgazdasági repülőtér, vagy kettő is volt, van, amely sportcélokra is használható. Én azt gondolom, hogy méltó módon tudunk azokra az évfordulókra emlékezni, és méltó módon tudjuk megünnepelni ezeket a kerek évfordulókat, amelyeket itt a plakáton is feltüntettünk. Én szeretném azt, hogyha minél többen eljönnének, és még egyszer megköszönöm mindenkinek, aki szarvason valamit is tett ahhoz, hogy a város épüljön, szépüljön, kulturálódjon, és valamilyen módon kapcsolódik a repüléshez, hivatásszerűen, érdeklődőként, vagy bármilyen más módon. Én meg itt az asztalnál ülő kollégáknak szeretném megköszönni a munkájukat, meg a ötleteiket, meg amivel gazdagították ezt a napot, mert hogyha ők nem teszik hozzá azokat a gondolatokat, ötleteket és megvalósítható eseményeket, akkor ez csak egy szimpla kiállítás lenne a múzeumban. Igaz, hogy a múzeumhoz hozzáteszünk, hogy egy nagyon szépen felújított termet fogunk kapni, amelyikre régen vágtunk, hogy minden a helyére kerüljön, a képrögzítés és a megvilágítás és a légkondicionálás, de akkor is csak egy kiállítás lenne. Most így kibővül az egész és gazdagodni fog, de ezt nagyrészt nektek köszönhetjük, hogy ilyenné fog válni ez a nap. Szerintem ezzel ezt a részt, amikor mi beszélünk és elmondjuk, amiket terveztünk, azt be fogjuk fejezni. Köszönjük a részvételt! And the rocks might melt, and the seed may burn.